Az Európai Uniós források jelentős hányada gazdaságfejlesztésre fordulhat a következő időszakban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Máté Szalka egyéb nagyvárosok mellett kiemelt fejlesztési térség lehet. Hanusi Péter polgármesterrel Kanalas Otília beszélgetett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legdinamikusabban fejlődő települése Máté Szalka. A város a megyei fejlesztési tervben úgynevezett decentrumként, kiemelt gazdasági központként szerepel. A területi és településfejlesztési operatív program gazdaságfejlesztő forrásainak hatékony felhasználása érdekében szorosabb partnerség kialakítására törekszik a város és a megyei önkormányzat, amit együttműködési megállapodással is megerősítettek nemrég. Hanusi Péter polgármester úr a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát ennek az együttműködési megállapodásnak több célja is van, de a legeslegfontosabb az, hogy a gazdasági fejlődés Máté Szalkán dinamikusabbá váljon a következő időszakban is, és ehhez adottak lesznek az európai fejlesztési források. Hogyan látja ez az együttműködési megállapodás egyrészt a városnak is nagyon jó, de a megyei önkormányzatnak is szüksége van rá, hiszen tőkeerős városokat keres a gazdasági fejlesztési tervéhez és annak megvalósításához. Miért született meg tehát ez a megállapodás? A választások után megállapodtunk Sesták Oszkár elnök úrral, hogy Máté Szalka és a megyei önkormányzat kapcsolatát teljes mértékben új alapokra helyezzük. Ezt indokolta egyrészt a köztünk lévő nagyon-nagyon jó viszony, másrészt meg itt tényleg egy olyan nagyon szerencsés helyzet alakult ki, hogy a városnak is szüksége van a megyei önkormányzatra, de fordítva is igaz ez. Miért mondom ezt? Azért, mert az új topos forrásokból nagyon sok forrás gazdaságfejlesztésre kerül majd felhasználásra. Igen, ám, de ezek a fejlesztési lehetőségek nem 100%-os fejlesztési lehetőségek lesznek, tehát önerőre van szükség. Az önerő mértéke az még nem ismert teljes mértékben, de mindenképpen szükség lesz hozzá a adott települések tőkerejére is. Hál' Istennek azt elmondhatom, hogy Máté Szalka erre felkészült, erre a helyzetre, és gyakorlatilag mi készen állunk arra, hogy az ipari parkunkat többek között bővítsük. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy a kormány ezt nem úgy gondolja, ezeket a forrásokat felhasználni, hogy fejleszünk ipari parkot, aztán majd lesz valahogy. Hál' Istennek Máté Szalkának az ipari parkjának jelen pillanatban a 90%-a tele van. Mindösszesen egy 10 hektárnyi területünk áll rendelkezésre, de most őszintén megmondva, ez egy komoly befektetővel való tárgyalás folyamán, ez vicc kategória egy ekkora városban. Kisebb befektetőknek komoly lehetőséget tudunk nyújtani, de nagyobb beruházóknak, nagyobb cégeknek nem. Jelen pillanatban is legalább 3-4 olyan vállalkozással, befektetővel tárgyalunk, aki nagyon-nagyon érdeklődik Máté Szalka irányában. És ezért nekünk nagyon-nagyon komoly igényünk van arra, hogy ezeket a fejlesztési forrásokat a gazdaságfejlesztésre le tudjuk hívni, hiszen biztosak vagyunk abban, hogy ezek a területek nem maradnak kvázi üres befektetések hosszú évek folyamán, hiszen ahogy mondom, már most megvannak az érdeklődők, illetve Máté Szalka képes arra, hogy áthidalja az önerő szükségletet is. Tehát akkor már földrajzilag, területileg is adott az a hely, ahol az ipari park bővítése megtörténhet. Hol lesz ez? Természetesen az ipari park mögötti területen van egy 110 hektáros terület. Ezt a területnek az előkészítése most folyik, a tulajdonosok összeírása, ennek a területnek a megvásárlása, de abban is gondolkodunk, hogy több részletben oldjuk meg ezt a feladatot. Tehát mindenképpen arra készülünk, hogy az egyébként Máté Szalkán már jelenleg is jól prosperáló ipari cégeknek tudjunk lehetőséget adni, hiszen van olyan multinacionális Máté Szalkai vállalat, aki szintén hektárokat készül a közeljövőben vásárolni Máté Szalka önkormányzatától. Tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyrészt a mi jelenlévő vállalkozásainkkal is egyrészt kiváló kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt egy évben. Másrészt nem csak, hogy meg tudjuk őket tartani, hanem tudjuk segíteni az ő terjeszkedésüket is, az ő fejlődésüket is, ugyanakkor vannak újak is,
akik a piac más szegmenséből érkeznének Máté Szalkára, és szinte minden héten folyik olyan tárgyalás, ami a gazdaság érintkezését szolgálja. De az együttműködési megállapodás egyébként ez csak az egyik része ennek, hiszen többek között a média kapcsán is szorosabbra fűztük az együttműködésünket. Igen, erről még fogunk beszélni. Egy nagyon picit még térjünk vissza a gazdasági vonatkozásához, ennek az együttműködésnek a gazdasági vonatkozásaihoz. Felmerülhet joggal a kérdés, hogy ugye vannak egyébként is a kormányzat által kijelölt gazdasági fejlesztési területek, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is gondolok az Áhony Kisvárda terület. Ilyen lesz ugye Máté Szalka is, most már megyei szempontból, illetve még Nyírbátor, amit meg kell említeni. Mi lesz a többi településsel? A kisebb települések hogyan állnak hozzá ehhez a kérdéshez? Vártam ezt a kérdést, hiszen nem olyan túl régen beszélgettünk a Szabolcs 05 önkormányzati területfejlesztési társulásról, amit a választókerület, a Szabolcs 05 választókerület 44 települése egységesen 100%-os hozzáállással hozott létre még a tavalyi folyamán decemberben. Azt szeretném tisztázni mind a környékbeli települések és polgármester kollégákkal is, hogy most nem arról van szó, hogy a megyei önkormányzat és Máté Szalka úgymond ilyen külön akciókba kezd, hiszen az a megtisztelő helyzet áll fenn, hogy a Szabolcs 05 önkormányzati területfejlesztési társulásnak engem választottak az elnökévé. Tehát gyakorlatilag én azt szeretném, és ebben Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr is nagyon-nagyon komoly partnerem és támogatom, azt szeretnénk, hogy ez a 44 település együtt fejlődjön. Tehát mi a gazdaságfejlesztést nem csak Máté Szalkára képzeljük el, hiszen vannak más városok is, ahol segíteni szeretnénk, ha van olyan gazdasági prosperitási lehetőség, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy ipari területek bővüljenek ott is. Ezt értelemszerűen minden városnak önmagának, vagy nagyobb településnek önmagának kell tudni. Ugyanakkor pedig természetesen a kisebb települések is támogatják ezt, hiszen hogyha egy város fejlődik, munkahelyek létesülnek, azért a mi környékünkén még most is elég magas a munkanélküliség, és nem mindegy az, hogy az embereknek van hol dolgozni, majd esetleg el kell járni Németországba. Most éppen egy reggeli információ jutott eszembe, egy családos embernek dolgozni, mert ott talál munkalehetőséget. Tehát, hogyha fejlődnek a nagyobb települések, értelemszerűen húzzák magukkal a kisebb településeket is, és elnök úrral megállapodtunk, Sesták Oszkár elnök úrral, hogy ezeket a megállapodásokat a Szabolcs 05 keretében együtt fogjuk megbeszélni ezzel a 44 településsel, viszont itt nem csak gazdaságfejlesztési forrásokról van szó, hanem egy sok más szolgáltatás fejlesztésről is lehet szó. Tehát nekünk, mi ezt a 44 településsel nagyon komolyan gondoljuk, hogy mindenben együtt fogunk működni, kvázi közösen találjuk ki, hogy ezeket a forrásokat hogyan használjuk fel. De most adott esetben egy kis település, ahol nincs ipari park, 20 kilométerre van az autópályától, csak most a hasonlítok és mondok egy példát. Nagyon nehéz oda ipari parkot helyezni, hiszen egyrészt még nincs is lehetőség, lehet, hogy nincs is területe, másrészt nem biztos, hogy az be fog települni. Evidens, hogy akkor az ő érdeke is az, hogy egy olyan településnek ezt a célját támogassa, ahol viszont komoly lehetőség van arra, hogy ha az ipar oda telepszik, akkor az ottani lakosoknak is ebből pozitív dolgok származhatnak. Még egy nagyon rövid gondolatsor azzal kapcsolatosan, hogy ebben a bizonyos szolgáltatásfejlesztésben hogyan tud együttműködni Máté Szalka, mint központ és a megyei önkormányzat, és akkor ebben benne van ugye egészségügyi oktatás és a kommunikáció is természetesen. Igen, a kommunikáció is. A megyei önkormányzattal ez a megállapodás sarokköve gyakorlatilag a kommunikáció. Nagyon-nagyon fontos, hogy hiteles információt kapjanak azok a érdeklődők Máté Szalkán, illetve az egész negyed területén is, akiket ez érdekel ez a kérdés. És hál' Istennek nagyon sokan vannak. Korábban Máté Szalkán egy helyi vállalkozás által működtetett televízió volt, viszont a szolgáltatás színvonalával az utóbbi időszakban abban állapodtunk meg, hogy szükség van komoly fejlesztésekre. Ez nem volt meg igazából a városnak sem, és a vállalkozásnak sem a megfelelő anyagi fedezete. És nagy örömünkre a Kölcsei Televízió ekkor sietett Sesták Oszkár elnök úr közvetítésével a segítségünkre, és mi létrehoztuk augusztus 1-jével a Máté Szalka televíziót, amely strukturális műsorokat hozott létre, híradó van, stúdióbeszélgetések vannak, nem csak a város, hanem a kultúra és egyéb kérdéseket, egészségügyet is érintő kérdések merülnek fel. Tehát egy minőségibb szolgáltatást sikerült létrehozni, és a Kölcsei Televízió ehhez nem csak szakmai segítséget adott nekünk, hanem
körülbelül 20 millió forint értékű eszközállományt bocsátott Máté Szalka rendelkezésére ingyen bérmentve. És ez is olyan jó megállapodás, aminek nagyon örülök, hogy nem csak a városnak hasznos, hanem a másik félnek és a Kölcsei Televíziónak, hiszen nekik ebben pedig önöknek ebbe az a jó, hogyha Máté Szalka és környékbeli rendezvény van, akkor az ott lévő kollégák ezt meg tudják oldani, nem kell kijönni, és a többi, és a többi. És mind a Kölcsei Televízió műsora, mind a Máté Szalka Televízió műsora megyeszerte előbb-utóbb elérhetővé válik. Tehát egy nagyon előremutató szakmai és egy nagyon előremutató tárgyi fejlesztés előtt állunk, és ebben én megint szeretném megköszönni a Kölcsei Televíziónak ezt az együttműködést, hiszen én az elmúlt két hónap tapasztalat alapján azt mondom, hogy ez az együttműködés nem csak hogy formális, hanem ez egy virágzó együttműködés, és szépen haladunk előre. És a lakosságot szolgálja. Köszönjük szépen, polgármester úr, hogy itt volt nálunk.